Megrázó felvételekkel folytatjuk. Szinte a csodával határos módon maradtak élve emberek Törökországban és Szíriában az összedőlt épületek romjai alatt. A helyi és a nemzetközi mentő alakulatok emberfeletti küzdelmet vívnak percről percre, hogy akit csak lehet, még élve hozzanak ki a romok alól. Csecsemőket, egész családokat sikerült kimenteni. Mesztelen csecsemővel rohan a mentőautó felé egy férfi, egy másik a pokrócot viszi utána. A kislány egy ötemeletes ház romjai alatt született meg. Ezek a felvételek már a kórházban készültek. A csecsemőt inkubátorba tették, sérülések, horzsolások nyomai látszanak rajta, de életben van. A csecsemő hőmérsékletéből ítélve 3 órával azelőtt születhetett, hogy megtalálták. Az anya a romok alatt adott neki életet, de a gyerek anyja és az egész családja meghalt. A kislányt a szomszédok találták meg, mondta az orvos. A legkisebb helyekre is bemásznak a szíriai Biszniában a mentést végző fehér sisakosok. Az egyik épület romjai egyikük egy mély lyukba nyúlt be, majd felkiáltott, megfogtam a kezét. Röviddel később egy férfit tudta kiemelni, majd 2 gyermeket és az anyjukat. A katasztrófa sújtott a városban, ez nagy örömöt jelentett mindenkinek. Egy másik szíriai településen, Jandarizban az egyik mentő egy kis lyukból hallott hangokat. Puszta kézzel egyre nagyobb rést kapart ki, majd egyszer csak egy kislány került elő. Itt van az apukád, ne félj, nézz ide, beszélj apához. Látod, itt van, most már biztonságban vagy, mondta a mentést végző férfi a riadt kislánynak. 45 órával a földrengés után egy Isztambulból érkezett mentőegység élve talált meg egy kisfiút a Törökország déli részén fekvő Hatay tartományban. A gyerek beszorult a ledőlt falak közé, meg sem tudott moccanni. A mentős, aki megtalálta, egy műanyag kupakból adott neki vizet. A gyerek megitta, majd kért még. Végül sikerült kimenteni a romok közül. Vasbetont kellett előbb szétfűrészelniük a mentőknek, hogy egy másik törökországi városban, ahol 2 nappal azután, hogy a település lényegében a földdel vált egyenlővé, életjeleket észleltek egy hatalmas ház összedőlt falai alatt. Kiderült, egy anya és gyereke van a romok alatt. Üdvrivalgás tört ki, amikor az anya fel tudta annyira emelni a gyerekét, hogy a mentők kiemelhették a résből. Takaróba bugyolálták és a mentőautóba vitték. Az anyát nehezebben, de őt is élve sikerült kihozni. Ezt a gyereket kedden a kora reggeli órákban találták meg, több mint 1 nappal a földrengés után. A kisfiú aludt, amikor a mentők sértetlenül kiemelték a romok közül. Aki álmosan és meglepődve csak annyit kérdezett, mi történik itt?